Jó estét kívánok! Ez a kezdőkör, hogy megszokhatták itt a Fehérvár Televízióban. Keddenként kibeszéljük a legfontosabb, legaktuálisabb témákat, vagy ami nekünk érdekes és fontos. Ez így lesz a mai nap folyamán, és itt van velem Somos Zoltán kollégám. Jó estét kívánok! Aztán ugye szoktuk mondani, a közös halmaz Németh Krisztián. Jó estét! És hát aki nélkül nem adás az adás, ugye? Borog László. De már be se kell mutatni téged, úgyhogy... Mindig rászorulunk. Tetszett ez a felvezetés, hogy kibeszéljük, ami minket érdekel. A kedves nézők pedig hát foglalják el magukat. Reméljük, tetszeni fog a műsor. Jó, hát ugye azt is ugye el szoktuk árulni, mi már amikor beülünk, akkor szoktunk ugye témákat egymás között földobni, és általában gyakorlatilag egy diskurzus közepén ér minket a kezdőkör főcíme. Így volt ez most is, mert hogy ugye tegnap a Kecskemét egy óriási lépést tett afelé, hogy ismét NB1-es legyen, ugye fociról van szó, és fölelevenítettük az annak idei legendás, egyébként ugye kupa döntőig menetelő. Kupa győztes. Kupa győzelemig. Hát a mezei féle a vidit verte a döntőben. Kupa győzelemig menetelőre, legendás. Foxy Kete volna. Tomislav Sivic. Van ez a játék mostanában, ugye ez a missingeleven.com, vagyis az a honlap, ahol angol, illetve nemzetközi nagy csapatok elmúlt évek vagy évtizedbeli egy-egy meccsén kell az összeállítást kitalálni. Nem tudom, ti láttátok-e már. Mindig nagyon jó játék. Ki van írva a felállás, de a játékosok helyett csak az a szám, hogy hány betűből áll a nevük, és neked kell behelyettesíteni. Tehát, hogy mondjuk egy 2018-as Manchester United, nem tudom, Liverpool meccsen a United kezdője. Annyi segítséged van, hogy a játékosok betű száma ott van, és hogy 11-ből hányat tudsz kitalálni. Mindegy játékosom van egyébként azt hiszem 5 vagy 6 próbálkozás, és én ezen gondolkoztam, hogy ezt megcsinálni a Kecskeméttel, tehát, hogy a kupadöntős 2013-ban volt ez, amikor ugye mezei féle vidi, vagy 11-ben lettünk bajnokok, és a kupadöntő... 11 volt, mert én még nem voltam itt, és én 11-ben jöttem, és ugye akkor utána szétszették ezt a csapatot, mert például Ketevulma Foxy ugye utána... Szétkapkodták. Hát Újpestre. Hát ugye csodálni. A legendás, ugye a Licingi, Ebala, Dosso, Foxy Gyagya, Ribánszki, tehát azért komolyan. Szivic volt az edző, és a Moldávid volt szerintem akkor ott kölcsönben, de nem... Póti. Kicsit? Nem, ugye Gyagya a védelemben. Ugye Savic volt a szerb játékmesterük, a Savic volt az edző, Savic a játékos. És Rózsa Pál a tulajdonos. És nagyjából már majdnem fel is soroltuk, tehát hogy így azért megmarad a Kecskemét. De elnéztem tegnap tényleg ezt a mérkőzést, a stadion az gyakorlatilag ugyanolyan, mint amikor én utoljára ott jártam, mint egy 15 évvel ezelőtt. Amit felújítottak egy 4-es fogadhajtó EB-re 20 évvel ezelőtt. Az ott volt, így van, akkor Duna TV-vel közvetítettük ezt a fogadhajtást. Díjhajtás volt benne a stadionban, nagyon izgalmas volt. Kezded el ezt a Groupama Arénában, vagy itt a MOL Aréna sóstere, egy fogadhajtó Európa bajnokságot. De emlékszem, hogy konkrétan az utolsó olyan NB1-es pálya volt talán, ahol még ugye salak futópálya volt, tehát nem is rekordtán, és ott volt, hogy esett az eső, és egyszerűen az edző az azt kellett, hogy nézze, hogy hova lép, amikor mondjuk akart egy kicsit közelebb menni a pályához, mert nagyjából esélyes volt, hogy vagy segre esik, vagy elsüllyed térdig a mocsárban. És ez a stadion úgy nagyon kívülről nézve, tévén keresztül nem nagyon változott. Azt hiszem, olvastam is, hogy nem játszhatnának saját stadionjukban, ha feljutnának. Nem, mert azt hiszem, hogy nem fűtött, és most már ez kötelező. Tehát a pálya alá. Sok alapsütéses órák számok Kecskeméten, ott viszonylag. Nyilván ideiglenes engedéllyel lehet, meg úgy gondolom, a stadiont akkor felújították, tehát NB1-es mérkőzésre sajtóhelyek megvannak, tehát úgy gondolom, hogy... Milyen, Laci? De hát senki nem tudhatja jobban, milyen egy kecskeméti sajtóhely, vagy VIP. Boxok is vannak, de az még a régi világot idézi. Azzal együtt tavaly májusban Iváncsán játszottak az utolsó bajnoki mérkőzést, és nagyon kellemetlen idő volt, de ott akartam lenni. NB3-ban. Domján Bozai edzőpáros utolsó meccse volt Iváncsán, akkor már lehetett tudni, és Siófokon folytatják. 3-0-ra Siván nyert az Iváncsa, amely nagyon nagy fölénye bajnok lett, ellenben a tulajdonos nem kért licenszet, hiszen az iváncsai pálya aztán végképp NB2-nek nem felel meg, és feljutott úgy a Kecskemét, hogy gyakorlatilag nem nyert bajnokságot, viszont nekik volt licenszük, és ott 30 szurkoló várta az övéit, és mindegyik labdarúgóról azonnal kiderült, hogy az édesanyja egyiknek sem rendes asszony. Akik ott elhangzottak, azok nem, hogy nyomdafestéket, az embertelen volt, és akkor a tulajdonos, aki a helyi autóipari multi egyik fő beszállítója, azt mondta, hogy nyugi, nem ez a csapat lesz, és teljesen rendben leszünk. De azt én se gondoltam, volt egy nagyon jó őszük, aztán volt egy kis megtorpanás, most megint jól szerepelnek, és nagyon drukkolok nekik, de pusztán azért,
hogy a Diós Győr ilyen körülmények között ne jusson fel az élvonalba, mert amit ők csináltak a rivális edzőjének az elszépkázásával, az végtelen inkorrekt. Tehát, ugye gondolom... Csak a rendkedvére, a Dragan Vukmir, Szeged, Diós Győr, Szent Háromság kiegészítve ugye Bencés Miklós ténykedésével, akit ugye még a saját szurkolói is felszólítottak arra, hogy tulajdonképpen amilyen gyorsan csak teheti, ugye legyen kedves a melegebb éghajlat felé venni az irányt, tehát, és nem feltétlenül egy ilyen korai nyaralásról van szó. Hát tehát ez egy érdekes magyaros történet. Amit Laci mond, abból tényleg felsejlik az, hogy egyrészt nem tudom, hogy egy MB3-hoz képest egy MB2-re hogy a multi meg a tulajdonos mennyire úgy tudta meg, ugye az MB2-ben sem lehetnek légiósok, tényleg néztem a tegnapi összeállítást is, hát voltak fiatalok, meg ilyen helyek között talán távolról ismerős nevek, de az MB2-ben is azokat kell használni, ugye, akik már valamilyen szinten azért mondjuk MB1-ben gyűjtöttek némi tapasztalatot, de magyarok. Viszont azért az mindenképpen örömteli, vagy legalábbis nekem szimpatikus, hogy ez a Kecskemét, ez jó pár év MB1-es tagság, magyar kupa győzelem után, ugye úgy tűnt el az élvonalból, hogy gyakorlatilag azonnal, nem tudom, megyéig vagy meddig sorolták vissza őket, de nem kiestek simán, hanem majd, hogy nem megszűnt a... Ők nem estek ki, negatív tőkéje 450 millió forint volt. Az a Dunaujvárosnak is ez lett a veszte az NB1-ben, hogy ki is estek volna. Olyan erős volt az adósságállomány, amit már az akkori magyar futballvezetés, ami jelenlegivel megegyezik, finanszírozhatatlannak ítélt, és elvette a licenszüket, mint ugye Ferencváros úgy lett MB2-es Gyele Imrével, hogy 2 milliárd körüli adósságot halmoztak fel, és úgy ítélték meg az akkori bajnokság szervezője, hogy nem fogják tudni befejezni, és ez reális veszély volt akkor abban a Kecskemétben. Szép, hogy megcsinálták, még a Ferencvárost is kizárták hasonló okokból. Kisteleki István, az Újpest legutolsó bajnoki címét nyerő vezetőedző akkori MLS elnöklése mellett, ezt azért tegyük hozzá a zárójelbe, és a hírek szerint akkor gyakorlatilag a Debrecenen kívül valójában mindenkit ki kellett volna zárni. És pont nemrég volt ebből egy cikk, hogy ilyen licencadó testet, olyan fellebbételi testet, egyiket elképesztő cirkusz volt, hogyha emlékeztek rá Fradi kapcsán, hogy indulhat, nem indulhat. Ugye később jogerősen pert nyert mert a Ferencváros. De most legyen boldog, hát negyedszer nyertétek meg a bajnokságot Zsinórban. De a Ferencvárosnak azért az nagyon sötét korszaka volt meg utána. Ajaj, én beálltam az ukrán határnál MB2-es meccsükön. Minden egyes külföldi labdarúgó akkor merte feljelenteni a klubot, amikor már kim volt a reptéren, és meg volt a beszállókártyája. Tehát az a játékos, vagy az a szurkol, aki rosszul viselkedett, ott aluljáróban megverték. Na de azt akartam mondani az előbb, hogy mondanánk, hogy ez ilyen tipikusan magyaros történet, például a Kecskemété akkor, de azt nyilván ti tudjátok, hogy melyik az az európai klub, ami ezen a héten európai kupa elődöntőt fog játszani, és néhány évvel ezelőtt ugyanezt történt vele, ráadásul a Kecskeméti kicsit azért nagyon múltú egyesület, hogy gyakorlatilag visszasorolták, nem tudom, ötöd osztályba. Hát a Glasgow Rangers, az gyakorlatilag, pedig hát nem mondhatjuk, hogy a skót labdarúgás legeredményesebb klubja, és fogták, és azt mondták, hogy bocsánat, meg vagyunk mi ebben a csodálatosan erős 12 csapatos skót Premier League-ben a Glasgow nélkül. Hát most éppen a Lipcsével, ugye Szoboszlai Dominikekkel fognak Európa Liga elődöntőt játszani a héten, úgyhogy vannak ilyen nagy feltámadások. Hát Kecskemét is lehet ilyen, de hogy visszakanyarodjunk egy picit, és így csapunk, most már voltunk tényleg majdnem egészen a 90-es évekig visszaszaladtunk, de hogy egyébként ugye beszéltünk erről hétfő reggel a Vörösmarty Rádióban, és itt az NB1 kapcsán 12 csapatos NB1 is, hogy a fiatalok, de az MB2 az pedig pont ezt szolgálja, és számomra az a meglepő, ugye van német Zoli kollégánk, aki imádja az MB2-t, és csak az MB2, nyilván ez az ő perverziója is zárójelben, de hogy ez az MB2, ez a 20 csapattal iszonyatosan izgalmas, most jelen pillanatban az eleje is, meg a vége is, mert hogy gyakorlatilag a 12. 13-tól bárki ki is eshet, a Csákvárén ugye így van az újunk, nagyon szurkolunk nekik, hogy benn maradjanak. És ugye tényleg fiatalokkal, magyarokkal, nyilván látszik a vasas kilók fölfele, akit majd kérdés, hogy ezzel a rengeteg ex-NB1-es játékossal, majd jövőre az NB1-ben mire lesz képes. Az NB2 kétségkívül egyébként fejlődött, minden hétvégén én is meccsre járok döntően Siófokra, de nagyon szurkolok a Csákvárnak is. Ott ez a 20 csapat egyébként senki nem borult fel, tehát egzisztenciálisan ez egy rendben lett a magyar foci, nem csak az NB1-es 12. Itt régen, amikor 16 csapatos volt az NB1, a szezon végére két csapat általában becsődölt, kettő elszámolta magát, és közülük derült ki a kieső.
Itt ebbe a 12-ként én támogatnám, hogy emeljék az NB1-et 16-ra, most már van annyi gazdasági potenciál ebben a magyar labdarúgásban, de az NB2-nek a 20 csapata, az nagyon tiszta, tehát kiesőnek ítélték a Szolnokot, 3 meccset nyert Zsinórban, bennmaradhat. Nagyon melegben van a kerület, igazolták Pinyőt, Tódi Gábor vezette Budaörsnek nagyon rossz a sorsolása, a Csákvár kapaszkodik 2 ponttal most a vonal fölött, nehéz helyzetben van még a Szentlőrinc, tehát, és azért tisztességes az NB1-gel ellentétben, mert az NB1-ben van a 12 csapat, 11 meccs és 3 kör, és a nagyok kétszer játszanak otthon a kicsik ellen, tehát ez valahol igazságtalan, hogy nem ugyan annyiszor játszol otthon, mint idegenben. Az NB2-ben ez a 20 csapat egyébként elbírja, meg is valóban jó meccsek, tehát izgalmasak, és de, szerintem az NB2-ben tetten érhető a fejlődés. Egyébként hát ez a sokat bírált 12 csapatos NB1, nem feltétlenül értek Lacival egyet. Mert... Óvatosan fogalmazzál, légy szíves, jó? Mert holnapon nincs munká. Bizonyos. De van, csak nem ebben a pozícióban. Nem ebben a városban. Nem, tehát hogy azért mégiscsak egy rosszabb sorozattal, ha nem figyelsz oda, lásd Vidi, azért oda pattanhatsz a kieső zóna környékére, és ez az mégiscsak azt jelenti, hogy szoros. Abban viszont van igazság, hogy azért a gazdasági potenciál már hát azért mondjuk egy 16 csapatosat elbírna, de önmagában véve a 12 csapatos a szűkítés szerintem nem volt feltétlenül egy rossz döntés. Koncentrálta, mondhatnánk, hogy koncentrálta az erőket, de egyrészt én abban értek egyet Acival, hogy a 12 csapatos rendszer nem tesz lehetővé igazából igazságos és jó lebonyolítást, mert 4 kört játszani nem lehet, mert annyi meccsre nincs idő, bár egy-két premier csapat többet játszik a 20 csapat. Itt szólnék közben, szerintem amikor január elején már bajnoki mérkőzés lehet itthon játszani, mert a stadionok ezt lehetővé teszik, akkor igenis lehet 4 kört játszani, akkor 44 mérkőzés. Most kezdődne mérkőzés, még plusz 15 forduló. Hát nem most kezdődne, hát ott lehetne tehát azért sajnos nem vagyunk érintettek a nemzetközi kupában, tehát a január simán le lehetne tolni szerda szombat ritmusban. Nem tudom, ami viszont megragadta a figyelmemet szinte abban, amit a mesterünk gondolt, hogy a nagyok a kicsik ellen, hát nem tudom, ugye ezzel is poénkodtunk rádióba talán, hogy negyedszer nyerünk meg a Ferencváros tényleg szívből, de legalábbis gratulálunk az újabb bajnoki címhez, hogy ilyen még a Fradi legnagyobb korszakaiban is ritkán fordult elő, ugye 60-as évek után már azért néha ritkaság számba ment, hogy ők nyerjenek, ott a 80-as évek elején is volt, 70-es évek végén, de hogy 4-szer egymás után. Viszont ha annak idején azt mondják mondjuk Nyilasi Tibornak, hogy Kisvárdát, Paksot, Mezőkövest, Felcsutot kell mondjuk megelőzni az NB1-ben. Miközben egyébként, ha már az NB2-ről beszélünk, azért ugye Győr, Szeged, Nyíregyháza, Pécs, Vasas, gyakorlatilag az igazi nagy mogulok, azok most ott játszanak. Talán ilyen szempontból jobb lenne, hogyha visszajönne szerintem is a 16 csapat, úgyhogy mondjuk az NB1-2-ből meg lekerekíteni, mert ott meg a Szentlőrinc, most bocsánat. Ne haragudj, nyilván... Szentlőrinc néhány hete még 9. volt, most volt 3 rosszabb meccsük, ott is ez van, most ott 3 rosszabb meccsen visszaestek. Ez az összesen 32 csapat, ez 2016-ban szerintem jól elférne NB1, NB2-es felosztásban, és akkor nem lenne a lebonyolításnak sem ez a tényleg fából vaskarika jellege. Mert az még úgy is működhetne, hogyha a 2 kiesőt találom soknak. Tehát Csertőr arról mondta, hogy magyar edzőknek nagyon meg kell becsülni azt az időszakot, amikor NB1-be dolgozhatnak. Ugye van 12 kispadot, 7 külföldi, 7 biztos, maradnak 5-en. Azt mondja, és azért sokan vagyunk prólicenszesek, és egy külföldi sokkal több lehetőséget kap a bizonyításra. Herceg András, aki kénytelen volt aztán bentartani a Debrecent 5 évvel ezelőtt, Leonel Pontes nevű portugált igazoltak, 10 meccsen volt 7 veresége és 3 döntetlenje. És azt mondta Herceg András, hogy szerinted melyik magyar kollega vagy én kapna ennyi lehetőséget? És akkor Csertői mondta azt a paksi kispadon akkor, hogy kezd 5 vereség, hogy támadó foci, meg szép foci, azt mondja, nem akarunk szép focit játszani. Az első 5 forduló túl kell élni valahogy egy győzelem, 2 döntetlen, 2 vereséggel, valahogy nyerjünk, vagy valahogy x-eljünk, és utána majd elkezdhetünk egy kicsit gondolni a futballra, de hogyha tényleg 4 vereséggel kezdek, nemhogy megremeg a kispad, kirúgják alólam, és jön a újabb külföldi. Tehát azért ennél a lebonyolítási rendszernél, a 12-es verziónál a 2 kiesőt én soknak találom. Meg lehetne úgy csinálni, hogy még utolsó automatikusan, a másodosztályú feljutóval, és utána a másodosztály, második helyzetje az utolsó előttivel. Nagy valószínűség az NB1-es csapat nyerne,
Tehát maradhatna, mert tudjon, hogy komoly a differencia. Tehát az én imádtam az osztályozókat. Ugyanakkor viszont például Ausztria, de javítsatok ki, ha ott tévedek, 10 csapat van. Ausztriában és például Belgiumban rájátszás van. Így van. Az európai kupa helyekért és a kiesésért, meg talán van valami így van. Középső van egy lebonyolítása válogatja, de van olyan lebonyolítása, ahol van egy középső szekció, aminek a győztese indul az aktuális leggyengébb kupa legutolsó helyét és a ő kapja. Meg is van egy play-off az elején. Így van. Meg egy play-out. Meg egy play-out, így van. Hát a másik, ami ugye nagyon érdekes, felhangzott, hogy ez pedig az MTK most a héten lemondott sportigazgatója nyilatkozta, hogy ők tavaly kivételt jelentettek, de az utóbbi években rendre az a két csapat esik ki, amely a legtöbb magyar játékost foglalkoztatja. Ez most is így lesz, mert a Gyirmót és az MTK fog valószínűleg kiesni. És, kivéve a Paks, de nem igen, merem mondani. A fiatal magyar játékpercekről van szó, tehát nem a magyar játékosokról, hanem a fiatal magyar játékpercek. Azokat ebben foglalkoztatják, ilyet, mert ebben, azért, ebben a harmadik egyébként a tabellán második helyezett Puskás Akadémia. Azért mondom, mert az osztályozót például abban a rendszerben visszahozni, ahol az NB1-ben akár 16 légiósos lehet egy keretben, az NB2-ben pedig egy sem, nyilván igazságtalan lenne, még úgy is, ha egyébként a NB1-es osztályozós vélhetően több magyarral áll ki, de én is azt mondom, hogy meg lehetne reformálni. Valóban ahonnan kiindultunk, Kecskemét, meg amiket emlegettünk, ahhoz képest azért ma már Kánoán van, tehát ma már legalább az nem fordul elő, hogy valaki szezon közben jelentsen csődöt. Az más kérdés, hogy láttunk azért Balmazújvárosokat, akik meg tényleg mint tűzcsóva ellobbantak, volt egy NB1-es szezonjuk, azt most azt se tudod hol van, mert ott meg bedőlt a mutatvány, attól függetlenül, hogy megkapták a pénzt ők is a szereplésért. Nem tudom, egyébként őszintén szóval most arra reflektálatok, hogy most magyarok, meg légiósok, meg fiatalok, meg nem fiatalok, tehát itt azért a Paks bebizonyította, hogy egy dolgot kell csinálni ahhoz, hogy megelőzd mondjuk a Vidit, futballozni kell. Le kell igazolni Bognár Györgyet. Ha ez megy, akkor Horog Lacit a díszpáholyban. Minden csapatnak azt hiszem, ezen kellene elgondolkozni. Ha ez megy, akkor van eredményesség, és van játékperc is a magyaroknak, vagy akár a magyar fiataloknak. Hát Paksról már többet beszéltünk ebben a műsorban szerintem, mint bármelyik csapatról, de tényleg kalapot le, meg Ádám Martin előtt is, mert azért az a hét egyik nagy témája, én nagyon megdöbbentem ezen, úgy félszemmel nézegettem ezt a hétvégi meccset, és akkor látom 3 gól, mondom, mégis sok gólt lőtt már ez a gyerek. Nézem, 29. Nyilasi óta nem lőtt ennyi gólt magyar játékos. Van még neki 2-3 fordulója, ugye? Tehát a 30-at el fogja érni, ami azért egy 33 fordulóban álló bajnokságban elképesztően jó teljesítmény, főleg úgy, hogy hát én még most is ránézek, és az jut eszembe, hogy lejött focizni a dagi gyerek a dühöngőbe, de nem lehet feldönteni. Ez nyilván igazságtalan, mert valamit nagyon tud. És ugye még ezen felül még 30-at a Paks úgy bevágott, ugye a bajnok? Tehát több mint 60 gólnál 60 fölött vannak, igen. Így van, brutális. Csak... mit tudom, kettővel kaptak kevesebbet, kis túlzással. Hát meglátjuk, minden nem a védekezés a konferencialigas elejtezőjében, meglátjuk. Hát Ádám Martinhoz még annyit, hogy egyébként állítólag Japántól Angliáig keresik, most nyilván nem a legnagyobb klubokról van szó, de például Ádám Martinnak egy angol másodosztály, az ő testfelépítésével, egy ilyen közép- vagy feljutási rácsingózó csapat, szerintem simán. Hát többet kell azért futni, úgy, szerintem. Hogy, az a gyanúm, hogy ott ma már egy kicsit nehezebb lenne. Érdekes, a Vasasnál nem nagyon kezdett Ádám Martin, amikor leigazolt a Kaposvár, ahol oroszlán része volt a feljutásban, tehát feljuttatta őket, és abban a szezonban is rúgott közel 10 gólt, abban az NB1-ben, ahol összesen rúgtak 20-at, és nem nagyon szerezte gólt, tehát 4 győzelmük volt, és úgy esett ki a Kaposvár, hogy abszolút esélytelenül. Az ő költségvetésük pont a fele volt, mint a következőnek, aki még bent tudott maradni. És aztán megvette a Paks Nagy Ricsivel, az egykori válogatott védő Nagy Tibor fiával egyetemben. Meggyőződésem volt, hogy a padra. És aztán Hány Jánost elvitte Dunaszerdahely, Kisharaszti elment az MTK-hoz, és Sajbánnal viaskodott a csapatba kerülésért, és tényleg elképesztő szezont fut. És mondom, nem egy ilyen véletlenszerűen kiugró idény, hiszen ő a korábbi években is megrúgta maga 10-15 gólját az élvonalban is. Laciról már lelátót fognak elnevezni Pakson. A stadion. Kanyar. Viszont ugye az NB2-vel kezdtük, fönn vagyunk az NB1-ben, és ugye hát nyilván nem titok Zolival, mert azért viszonylag sokat szoktunk beszélgetni labdarúgásról, és a Zolinak van egy olyan párhuzama, ami összekapcsolja Nikolic nem anyját, ezáltal a MOL Fehérvárt, vagyis a Vidit, Cristiano Ronaldoval és a Manchesterrel. Zoli, tiéd a szó. Jó, vita indítónak szállom. Az volt, hogy két élményem volt. A múltkor néztem a...
Induljuk ki abból, hogy tényleg a Vidinek ugye nincs jó szezonja, és azt is látjuk, hogy, hogy Nikol is továbbra is abszolút alapember, nemrég megünnepeltük a gólrekorderré avanzsálását. És volt egy film, amiben ő ugye sokat beszélt, meg róla is beszéltek, és volt, hogy látszott, hogy az öltözőben motiváló beszédet tart. Tehát egy olyan szintű vezér, egy olyan szintű megkerülhetetlen alakja a Fehérvárnak, amiről az jut eszembe, hogy, hogy most, amikor játékosként már azért nem az a szint, mint 5-6 vagy 8 évvel ezelőtt, amikor ide került a Fehérvárhoz, hogy ez valójában mennyit használ vagy járt a csapatnak. Amikor lecserélték Mezőkövesden, a tévében láttam, akkor döntetlen volt az állás, ugye bejött Petriak és Dárdai, és a meccs végén ott megnyerte a Vidi a meccset éppen Petriak góljával. Nikót lecserélték, és ilyen nagyon dühösen földhöz vágta a cipőjét a kispadon, meg látszott, hogy teljesen ki van. Nyilván nem gondolom, hogy azért, mert lecserélték, valószínűleg saját magával nem volt elégedett. Csak az jutott eszembe, és azért itt beszélgettünk ugye bennfentes emberrel is, hogy nehéz lehet az edző dolga, amikor egy olyan játékos, akinek az érdemei elvitathatatlanok, aki vezérszerepet tölt be az öltözőbe, hangadó, nagyon drága szerződéssel visszahozták külföldről, gyakorlatilag ilyen közelfogadás, hogy neki helye van a csapatban. És eszembe jutott Zibzivadze, akiről én is azt mondtam, hogy itt senki nem hullajtott könnyeket, hogy elment, de azóta az Újpestben termeli a gólokat. Majdnem minden meccsen betalált. Hogy látjátok, hogy nem nyomja agyon a Vidit kicsit az, hogy Nikolnak bent kell lennie a csapatban, és a Ronaldo párhuzam nyilván erős, csak az jutott eszembe, pont a Manchesterről hallottam egy podcastet, hogy ott is vitatkozunk ezen Tomival is, hogy oké, okay, Ronaldo már nem rúg 50 gólt, rúg 25-öt, ami még mindig sok, de ugyanannyi labda kell neki ahhoz a 25-höz, amennyi az 50-hez kellett, és ez a csapat játékára van szerintem rossz hatással. Szerintem ez a Manchester United már nem igényli Ronaldót, nem attól rossz, mert ott van Ronaldo, de hogy nem ugyanaz az ember, már viszont megkerülhetetlen. Alex Ferguson kedvence, fogadott fia, az öreg most is ott ül a négy, tehát tudjuk ezt az egész manchesteri történetet. Nekem ez a párhuzam jutott eszembe, minden tisztelettemmel egyébként Nikó felét én is nagyon szeretem, hogy kicsit, mint hagyon nyomna a Vidit az, hogy ő neki még mindig ott kell, és az edző is úgy van vele, hogy majd a Nikónak kell gólokat rúgnia, vagy nincs úgy vele, mégis játszhatja. Hát ahhoz, hogy egy befejező csatár gólokat lőjön, ezért kellene kapni a labdákat. Jó átadásokat. Ez mind a két. Tehát mind a Mólfehérvárra igaz, mind a Manchester United. De ti nem érzitek úgy, hogy mondjuk nem tudom, mert lehet, hogy Zibzivadze, nem tudom, hogy ha Nikolic előtt lett volna első számú csatár, akkor nálunk is rúgja annyi gólt, amelyet most az Újpestben elkezdett rúgdosni, mert ott van Kodró, aki egyébként 9-et rúgott ősszel, és így tavasszal nem nagyon. Hát nem tudom, hogy ez a probléma, de én ezt egy valid dolognak érzem, hogy ezzel a kérdéssel a következő edzőnek is biztos, mindig, hogy kezdeni kell valamit a Vidinél. Szerintem mindig kérdés, hogy egy adott játékos tud-e hozzátenni a csapat teljesítményéhez, játékához annyit, mint amennyit a neve és a szerződése mutat. Ez szerintem összességében Nikolic esetében sem igaz már, és egyébként Ronaldo esetében sem. Most amiben ugye mi vitatkozunk Ronaldo kapcsán, az, hogy jelen pillanatban annyira rossz ez a Manchester United, hogyha kiveszed egyébként Ronaldót, akinek az leigazolása szerintem hiba volt, és ott ment el Isten igazából Solskjaer menedzseri pozíciója és ez a szezon, de ezt most kiveszed ezt a mostani Manchesterből, ezt a hetek óta vergődő, hónapok óta vergődő Manchesterből Ronaldót, akkor jelen pillanatban 10-be se lenne a csapat, és ezt például Rio Ferdinand is ezt mondja. És azt gondolom, hogy a Mólfehérvárnál is ez a helyzet, hogy ha egy jó Mólfehérvárban Nikó már nem tudna annyit hozzátenni, mint amennyit valójában, és nem azért, mert kevesebbet tud, hanem már nyilván a szervezet az, ami azt mondja, hogy már nem tudok úgy menni, már nincs az a tempó, egy ilyen 20 percre bedobom, és abban, mit tudom én, 33-szor 20 percben van egyébként szerintem 10 gól, csak mondjuk kéne egy olyan játékos, mint Kenan Kodru, aki az összerelőtt 9-et, most tavasszal az M1-nél jár, aki mondjuk meglövi mellé a 18-at, és akkor van a két csatárod, lőtt mondjuk nagyjából 30 gólt, és akkor rendben vagy, mert a másik 30-at meg hozzáteszi a többi. És akkor nincs ez a probléma. Az Zibzivadze kapcsán derült ki, hogy a bizalom mennyit jelent egy labdarúgó számára. Tehát őneki nem lehetett egyszerű, így utólag visszagondolva, hogy miért nem teljesített úgy. Nikolic akkoriban a padon ült. Én erről beszélek egyébként körülbelül. És Budu nyilván nézett hátra, és tudta, hogy elhibáztam ezt a helyzetet, a másodikat is, és jön helyettem a Nikolic, idegessé vált, már nem úgy jöttek a labdák sem, nem talált be Újpesten, egész biztos lehet abban, hogy végigjátsza azt a meccset. Mint hogy volt egy Mirko Ivanovszki nevű labdarúgó itt annak idején, és tényleg nem játszott jól, néha úgy éreztem, hogy az edző meg is akarja égetni,
és aztán elment a Slaven Belupóhoz, ahol gólkirály lett 20 góllal, tehát, és láttam horvát bajnoki meccseken pont. Jó, de Futács is volt a horvát gólkirály. Így van, és a Futács is egy rendkívül jó szezont futott, Kario volt az edző a Hajduk Splitnél, és a Futács biztos lehetett benne, hogy most kiesik az meccseket végigjátsza. De az biztos, hogy nagyon nehéz, mint ahogy viszont edzői szemmel azt mondja a tulajdonos, valamelyik lézer, hogy visszahozok a Ronaldot, és azt mondja, hogy Solskjær, nekem nem kell, mert nem illik be az... Tehát nem mondod azt, mint ahogy a Messi is túl szerintem van a Zeniten. Szerintem meg se kérdezték. Valószínűleg nem kérdezték meg, de ha megkérdeznek, akkor is azt mondod, hogy hát azért 30 gól lesz benne, azért nem vagyok hülye, hogy kiszúrjak magam, biztos tud segíteni. De az biztos, hogy ahogy Nico is, tehát most hétvégén semmit nem tett hozzá a felcsút ellen, de nagyon nehéz edzői szemmel, hogy játszhatod, nem játszhatod, most ráadásul, hogy minden idő gól királya lett, azért csak hozzátesz valamit. Tehát nagyon-nagyon nehéz, amikor egy ilyen karakter van az öltözőben, nehéz a társaknak, és nagyon nehéz a szakmai stábnak, és magának a labdarúgónak is nehéz, aki élő legenda volt pár évvel ezelőtt, és most még mindig ő meg van győző, hogy ugyanazt meg tudja csinálni, hogy biztosan nem, de nyilván úgy áll hozzá, hogy nekem még itt játszanom kell, mert én ezt a szintet még képviselni tudom. És nagyon nagy kérdés egyébként egy klubvezetői, vagy akár egy Salló István szemével nézve a történéseket, hogy azt mondod, hogy igen, Nico már nem tud hozzátenni annyit. Nyilván nem olcsó Nico, nem tudjuk, pletykák vannak, hogy azért az öltözőben a legjobban kereső, vagy az egyik legjobban kereső játékos. Ez nyilván nem egészséges akkor, amikor valaki már nem tud úgy hozzátenni a játékhoz. És hogy mit csinálsz? Hogy azt mondod, hogy figyelj, eladom, elengedem. Vagy adok egy olyan szerződést, amit ő méltánytalannak tart, de ajánlottam valamit, de mégsem fogadja el, ez rokon nehéz. Igen, de bocs, csak a vége az az, hogy elmegy a Nico, téged szétszednek a szurkolók. Tehát onnantól kezdve, ha... Akkor szednek szét, ha a csapat nem úgy szerepel. Tehát most azt mondom, hogy ha a Nico elmegy, akkor az Ibzibad az egy tökéletes megoldás, ha biztonságban érzi magát, mert ő azt bebizonyította Újpesten, hogy Vidóton szintű futballista. Egy edzőnek ezt kell mondania, amit te is mondtál, szerintem le kell tenni a garast a következő edzőnek, bárki legyen is az, akár Ibzibad, bárki legyen az edző, és bárki lesz a csatár, azt kell mondani, hogy te most nálam játszol. Játszol 10 fordulón át egészen biztosan. És ha elkezdi rugdosni a gólokat a csatár, akkor nyilván senkinek nem fog eszébe jutni, hogy hol van Nikolić, vagy hol van az, aki helyette bejöhetne. Mondanám, hogy ilyen egyszerű, nyilván nem egyszerű, de hogyha valaki ott van a csúcson, akkor könnyű benne bízni. Itt most a vidében lehet, hogy nincs meg ez a megoldás. Jó, csak ha megkérdezed a szurkolókat, ha megkérdezed a szurkolókat, akkor ők azt fogják mondani, hogy miért nem játszott egész szezonban végig a Nikolić. Jelen pillanatban van egy erős szurkolói réteg, aki ezt gondolja, én legalábbis így hallom, látom. Nagyon egyszerű lenne, hogyha azt mondja Nico, aláírok tisztességes szerződéssel, érdemek elismerése, folytasd, és adott esetben lehet, hogy 25 percet játszol. De ő ezt nem fogadja el, mert a személyisége nem olyan, hogy ő azt mondja, hogy nekem ebben helyen van, és vicsorgok, ami egy nagyon nagyszerű sportolói magatartás, de az ő habitusa szerintem nem engedi meg, hogy ő ezt elfogadja, hogy adott esetben kispados vagyok 10-ből 8 mérkőzésen. Ami Nikót illeti, szerintem azt ne felejtsük el, hogy az ő érkezése azért egy hullámvölgy alján találta a Vidi, tehát lélektani szempontból nagyon fontos volt az ő érkezése, akkor ez már nem is tudom, akkor kiment el, meg kijött, a Carillo jött, és a Márton ment, valahogy így volt, ugye? Ez egy téli sztori volt, azt hiszem. Igen, ugye? Persze, szezon között. Azt megmondom, hogy Lisszes Krisztián mikor, meg kinél, meg hogyan, meg mit mondott neki a Varga Zoli annak idején, de ez már nem. És ez a pozitív hullám szerintem nagyon kellett a szurkolóknak, meg a klubnak is az ő visszatérése. És én tovább is azt mondom, hogy ha egy befejező csatár megkapja a labdát, 16-oson, vagy akár az 5-ösön belül, akkor berúgja, de hát ha nem kap labdát, akkor nem tud érte kisétálni. Ami pedig Ronaldot illeti, azért ne felejtsük el az üzleti vonulatát ennek a sztorinak. Tehát az, hogy ez a brand, mint Cristiano Ronaldo bárhova odaigazol, az azért följebb nyomja a tőzsdén a részvényeket. Ez Glazeréknek gondolom tök jó volt, és csak lehet, egyáltalán nem érdekli őket, hogy hányadik a semmi csapat. Más nem érdekli őket, ez így van, és főleg amíg a Woodward volt, addig volt ez igaz, ugye, aki már leköszön most a klub vezetéséből. Pont ez a baj az összes Manchester United szurkolónak, én nem vagyok az, de olvasom őket, meg beszélgetek sokakkal, hogy itt az lett elfelejtve, hogy ennek a klubnak oké, a mai napig tényleg a világ legnagyobb futballrendjeinek egyike, a Real Madrid mögött talán a második,
a bázisát, az anyagi helyzetét, a minden renoméját tekintve, csak éppen nem nyer semmit, most már nem tudom mióta, és azért ezt nem lehet sokáig húzni. A szurkolókat sem az érdekli, hogy egyébként marha sokba kerül a United részvénye, vagy milyen jó menedzser klub vagyunk, ha egyszer nincs győzelem a pályán. És hát ott egyébként most én nagyon kíváncsi leszek, hogy meg tudja nyomni a reset gombot az új edző. Hát Erik ten Hag lesz. Igen, akinek nem csak egy Ronaldóval, meg nem csak az egész Manchester United branden úgy, ahogy van, kell tudnia megbirkóznia és elvinnie a hátán. Hát ugye Rangnick mondta azt a Liverpool elleni mérkőzés után, 8-10 játékos érkezhet. Ugye mit jelent ez valójában? Hogy legalább ennyi távozni is fog. Ma már ugye dobálgatják a neveket, tényleg Van Bissaka, Telles, Matic, Mata, tehát hogy tényleg Pogba egészen biztosan megy, ugye ő az, akit annak idején vírus. Négy éve mondják már, hogy Pogba megy, de most megy, most én biztos benne menni fog, nem hiszem, hogy Ten Hag személye. Ő sem akar már ott lenni. Igen, tehát hogy vagy a Paris Saint-Germain, vagy a Real, ott az, akkor maradhat szerintem, hogy ha véletlenül vagy egyik csapatnak sem kell, mert Madridban egyébként a szurkolók egy része nem örülne annak, hogyha Pogba menne. Azt láttátok, mennyire önfelett boldogság volt a PSG játékosok arcán, hogy behúzták a bajnokságot. Meg a szurkolóké. Úristen. Na, hát kidobott ez a pénz. Visszatérve a Manchesterre, Ferguson óta nem jók az igazolások, egyszerűen nem tettek se Van Gaal, se Mourinho alá olyan csapatot, ami valóban piacképes lett volna. Tehát annak idején került egy saját utánpótlásból a Januzaj, aki most a Real Sociedad játékosa, aztán megvették Marcialt 80 millió fontért Monakóból, aztán Welbeck, tehát ezek a saját nevelési labdarúgók sem voltak Rashford, nem az a szint, akik voltak korábban. Tehát úgy nehéz, tehát mint ahogy... Nagyon nehéz a 93-as csapatnak vagy a 93-as osztály árnyékából kilépni, ahol ugye olyan játékosok voltak, mint Beckham, a olyan játékosok, testvérek, akik kötődtek a klubhoz, akik ez nem hétköznapi zsoldosok voltak, atlétikus, baromállaterős, már bocsánat, sportolók, akik teljesen felkészültek a taktikából, meg mindent megcsinálnak, amit az edző akar. Tehát azért itt szerintem a szív az ott nincs a helyén, anélkül meg nem megy Ferguson idején, meg azért ez nagyon fontos. Hát Ferguson ideje még ma is tart, az a legnagyobb probléma. Az öreg ott ül, az összes menedzser teljesen, mint egy Mourinho-nak hívják, Van Gaalnak, a világ legnagyobb rendelkező edzői ültek ezen a padon, azért egy Mourinho-t meg egy Van Gaalt nem nevezhetünk pályakezdő, gyenge kezű edzőnek, őket is agyon nyomta. És amíg ettől nem tud megszabadulni szerintem a United, addig, tehát nem tudtak sem rendszerben, sem filozófiában gondolkodni. Meg kell nézni, hogy Klopp mit hozott létre Liverpoolban, nem egy szezon alatt, mit hozott létre Guardiola a Manchester Citynél. Ezt a Unitednál még csak el sem kezdték. Itt a Ferguson éra óta nem kezdtek el semmit. Egy-két sztárigazolás, a brand továbbra is nagyszerű, a pénz termeli, és közben elfelejtettek futballozni. Van Basten üzent egyébként egy ilyen rádió, vagy egy televízió interjúban ugye Ten Hagnak, Ronaldo kapcsán is, hogy tartsa meg Ronaldót, és azért azt gondolom, Van Basten szavára érdemes odafigyelni, de a legfontosabb üzenet az az, hogy ne figyeljen a médiára. És ez szerintem most baromi fontos lesz. Jártatjuk itt a szánkat feleslegesen. Baromi fontos lesz Ten Hagnak. A Ferguson ére után az Evertonnal egészen zseniálisan dolgozó, és azóta is a kluboknál szerintem a karrier 80%-ában jól dolgozó David Moyes megbukott néhány hónap után, egyrészt az örökséget nem tudta továbbvinni, változott a keret is, az elvárások akkor még az egekben voltak, tehát ma már Ralf Rangnicknek az a lényeg, hogy menjenek ki a konferencia ligába. Tehát teljesen más lett, mint hogy nyilván a Stan Kroenke alatt megerősödött közben az Arsenal, a Tottenhamnél Lévi szerintem nagyon profin építi a klubot, a Citynek tudjuk a gazdasági hátterét, a Chelsea-nek idáig tudtuk a gazdasági hátterét, tehát azon a szinten már egészen elképesztő pénzek mozognak, és tényleg a Glazer családot csak a számlafőkönyv érdekelte különösebben a szereplésnek, mint hogy Liverpoolnál is a tulajdonos jobban érdekli, és ez látható azért egy klub szerkezeten. Hát akkor komoly feladat lesz Ten Hag számára, itt gyakorlatilag tényleg egy új csapatot kell építeni, és egy következő években ez majd kiderül, de akkor még egy picit térjünk vissza Székesfehérvárra, mert hogy gyakorlatilag a nyakunkon van a kosárlabda rájátszás, ugye néhány mérkőzés van még hátra a középszakaszból,
és ugye nagyon jó lenne legalább a negyedik helyen befarolni ebbe a rájátszásba. Hát igen, nagyon jó lenne. Tavaly már majdnem megtörtént a csoda, mert azt hiszem változatlanul az a helyzet, hogy Albakomp érát is ide számítva, most már 20 nem talán évet, pályahátrányból indulva még sosem nyert párharcot az Alba rájátszásban. Olyan volt, hogy a párharcon belül mondjuk elvesztette a pályaelőnyt és vissza kellett szerezni, és az sikerült. Meg olyan is persze, hogy pályaelőnyből indulva nem sikerült tovább jutni, de az, hogy pályahátrányból indult, tehát az első meccs idegenben volt, úgy még nem jött össze, és tavaly ugye 2-0 volt a Debrecen ellen, azóta átkozzuk, hogy hát a sérülések és a balszerencse, ekkor járt hozzá legközelebb a csapat. Én azt érzem most, hogy egyébként most azért van ennek meg az esélye, hogyha nem is lesz negyedik, hanem esetleg csak ötödik az Alba, mert majdnem biztos, hogy a Sopronnal fog ez esetben játszani, és azért azt látjuk, hogy ennél a Sopronnál teljesen mindegy, hogy idegenben vagy itthon, ennél nem rosszabb csapat az Alba. Tehát még csak az sincs, tavaly a Debrecen azért azt mondtam volna, hogy az egy erősebb csapat, kiderült, hogy annál sem volt gyengébb a Fehérvár. Ennél a Sopronnál majd, hogy nem lutri. Nyertünk ott az alapszakaszban, ők nyertek nálunk, most ők nyertek otthon, legközelebb, hogy mi nyerünk itthon, és teljesen mindegy, hogy melyik. Aztán jön a viccbeli Erdész, mert ugye a Falkóval játszik utána ennek a páraznak a továbbjutója, és könnyen lehet, hogy annak sajnos csúnya vége lesz. De tényleg jobb lenne, már csak azért is jobb lenne, hogy több meccset lássunk itthon. Most egyébként úgy áll a helyzet, ha jól tudom, az a szabály, hogy a két csapat, ugye tök egyformán áll most az Alba meg a Sopron, ha ez így maradna, akkor összesen négy meccsüknek az össz eredményét kell nézni, ebben jelen pillanatban két dobott ponttal az Alba jobb, abban az esetben, hogyha itthon akár egyetlen ponttal megverjük a Sopront, akkor mi végzünk a negyedik helyen. De addig még játszik azért az Alba is ugye három meccset, meg a Sopron is, tehát lehet itt még azért ebben változás. Szerintem most körülbelül ez a realitás, hogy meg kell küzdeni, kaparni azért a negyedik helyért, és akkor pályaelőnyből belmenni a rájátszásba. Kikaptunk Sopronba 8 ponttal múlt szerdán, és akkor azt beszélték az okos emberek, hogy 9-el kell nyerni itt. Tehát, hogyha ugyanannyi győzelme van mindkét csapatnak, ami vagy ugyanannyi lesz, vagy nem, akkor ha itt 9 ponttal nyerünk, akkor mi vagyunk a negyedikek. Ez csak akkor igaz, hogyha csak a középszakasznak az egymás ellenijeit nézzük, de az alapszakaszban 13-mal nyert az Alba Sopronban, 3-mal itt a Sopron, most 8-al, tehát összesen ők 11-el nyertek ellenünk két meccsen, mi 13-mal 1-el ellenük, tehát ezért mondom, hogy két ponttal jobban állunk az teljes mind a három meccs alapján. Na nem itt, mit kell nézni? Hát, ott a középszakaszt beszélték, a középszakaszt egymás ellen, de mondom, ennek akkor lesz jelentősége, hogyha mindkét csapat ugyanannyi győzelemmel és vereséggel áll. Az biztos, hogy a soproni vereségnél kiderült, hogy harmadikak már biztosan nem leszünk, tehát az a körment. Matematikai lehetne, de nyilván a körment nem fog minden meccsen kikapni. Úgyhogy én úgy gondolom, szerintem megőrizzük a negyedik helyet legalábbis. Én is nagyon szeretném abból a jó felfogott érdekből, hogy nyerjünk itthon, kezdjünk itthon, és minél többet játszunk itthon, és valószínűleg az már örömjáték, mert tényleg egy Falkó ellen idegenbe kezdeni, én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy nem csak mi, hanem ott a Szolnok is, hogyha ott tud nyerni, kikinek. Az a baj, benne lenne egyébként a csapatok összerejét tekintet, amilyen szépen játékkal, és tényleg a szezon egyik legjobb teljesítményével megvertük itthon a Szolnokot 13 ponttal. Még az is benne lenne, hogy okoz még meglepetést az Alba, vagy botlik a körment. A körment sem jobb annyival, sem az Albánál, sem a Sopronnál, hogy ebben biztosak lehessünk. Csak hát az a nagy helyzet, hogy a Falkó már biztos alapszakasz első, a Szolnok még nyer egy meccset és második, és ezek a csapatok onnantól kezdve nem fognak számítani. Ezek elveszthetik az összes meccsüket, a Falkó is legutóbb már, nem tudom, valami három emberen nélkül ment el Szolnokra. Tehát nem számíthatsz arra, hogy majd a körmend ellen mondjuk megtesz neked egy nagy szívességet, és megveri őket, nem tudom, körmenden a Szolnok. Mert nem fogja őket érdekelni, ahogy a Falkot sem fogja érdekelni. Itt ez a Sopron-Alba párharc lesz szerintem igazából éles, pedig amúgy mondjuk egy körmend, mondom még egyszer, szerintem annyival nem jobb az Albánál, hogy ne lehetne akár nekünk velük szemben is esélyünk. De majd ez holnap kiderül, mert jönnek. És a Pécs és a Pécs vagy az Atom esik ki, ugye? Ez kemény. Az ETL nyert 4-et, utána egyszer kikapott, majd utána nyert újra, ők elmennek, ültek a nehéz zónából. 4 vagy 5 évvel ezelőtt még ez zajlott, hogy az alsó kettő játszotta az NB1B első kettő évvel, mondjuk volt mondjuk Oroszlány, Jászberény, most mondjuk Honvéd, Mavc, és
gyakorlatilag ez a négy játszott egy ráadásul egy olyan mini playoffot, és akkor az NB1-es jobb két csapat döntően nyilván erősebb volt, mint az NB1-B két feljutó jelöltje, és a két NB1-es csapat meg tudta őrizni a tagságát. Itt most vagy, hát nagyon a Pécs áll rosszabbul, én úgy gondolom, hogy nagyon fájó, de nagy valószínűséggel búcsúznak, azt alulról meg minden valószínűség szerint a Honvéd jön majd fel. De most nem tudom, a nőknél mi a helyzet, utolpós azt kerestem, de hogy... A play-out ott is. Vagy előfordulhat, hogy két pécsi csapat esik akkor ki, a nőknél bemaradt a pink. Gyakorlatilag a negyedik lett a Peac, ugye annak a Csirkefelének a vezetésével, akit hát mondjam így finoman, hogy kicsinált. De két pécsi csapat van. Hát abból az egyik, van is, ő volt az, aki Komló játszottak, ugye, mert egy valamilyen, ott egy PVSK-nak a szétszakadásából lett ez a két csapat, de abból a kisebbik az már komoly erőt nem képvisel. Nem is normális nyilván, hogy legyen két csapat egy városban. Iványi Dalmának volt a Pink a csapata. Ez a csapat, az a Sziget-Szent Miklós. De ezek már szezonokkal ezelőtti történetek. Ki esett ki? Hát még... A Pink az utolsó, és a Sziget-Szent Miklós az utolsó előtti. Aha, tehát ott még, de azt hiszem, ott van még mérkőzés talán. Vagy vége? Na hát ez majd kiderül. Kicsit elbevonultunk a Manchester United. Jó, csak annak kapcsán egyébként egy döbbenetes, hogy egy Pécs meg egy atomerőmű közül valamelyik kiesik. Tehát hát a pécsi sztori szerintem az, ha nagyon belemennénk, az nagyon csúnya dolgok derülnének ki, mint hogy egyébként az egész kosárlabdában történik érdekes dolgok, de a Pécsnek volt egy egészen kiváló csapata, ami nem csak abban volt kiváló, hogy egyébként ugye bajnoki bronzérmet szerzett, meg kupa döntőt játszott, meg itt az utóbbi években, amíg Csirke Ferenc volt az edző, gyakorlatilag férfi vonalon, ami korábban Pécsen elképzelhetetlen volt, egy olyan brendet épített, hogy már kiártak annyian férfi meccsre, mint korábban a női meccsekre, marha jó hangulat volt, imádta a város. És az egyszerűen fogták és kirúgták Csirkét. Hát én szoktam vele beszélgetni, ő se egy olyan edző, aki ne tudna összeesküvés elméletét kanyarítani akár ebből a két pohárból, de azért megvolt erről a vélemény, hogy ki és mi dolgozik a háttérben. Akárki is volt, most büszke lehet rá, mert eljutottak oda, hogy ki fog esni a Pécs és minimum egy évig, azt se tudjuk, hogy van. Miközben egyébként... De nem Stojanikovicsról van szó. Nem mondok semmit, de lehet, hogy nem véletlenül, és nem de... kötőjelt kéne használnom a két tagmondat között, hogy de közben ott van Pécsen a Rádgéber Akadémia, amely egyébként most megnyerte az U20-as bajnokságot, az egyik legnagyobb pénzzel működő Nemzeti Kosárlabda Akadémia, és én már hallottam olyat, hogy az egész egy olyan mesterterv, hogy ott majd a Rádgéber Akadémia lesz a pécsi csapat, és hogy ezt a jelenlegi lesz pedig hát ifjére kellett állítani. Hozzáteszem, azért illúzió, mert hiába hívják akadémiának, abban a pillanatban, hogy ő lesz NB1-es, ugyanúgy 5 légióst fog játszani, és 3 akadémista majd beállt cserekén. Hát csak fiatal légiósokat hoznak. Persze, igen, fiatal magyar légiósokat. Hát ez azért érdekes. De a döbbenet, szerintem ennél nagyobb döbbenet az atomerőmű. Hogy ott van. Hát az nagyon kemény, mert ő nekik olyan, az Albakon utáni érának az egyeduralkodói voltak, mondjuk olyan anyagi feltételekkel is, amilyen még az Albakonnak sem volt soha. Tehát amikor a Sitko Ernő, a Mészáros Zalán, a Boros Boris, meg a Ziegler, négy... Még itthon a Gulyás. A Gulyásod, ezek mind Pakson játszottak. Igen, hát ott de az áram is olcsóbb volt. Hát jó, igen, ott pikirtkedett a többi szurkoló, hogy könnyű nekik, mert otthon fölkapcsolom a villanyt, és a Mészáros Zacsi fizetését állom vele. De nagyjából ez volt a helyzet egyébként. Most eljött a hét szűk esztendő. Eljött az adás vége is, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Krisztiánban benne maradt valami, majd legközelebb elmondod. Vagy elmondod itt nekünk a főcím után. Önöknek köszönjük a figyelmet, ez volt a Kezdőkör, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra. Start.